Üdvözlöm nézőinket! Önök a Szivárvány TV 2018 márciusi adását látják. Kovács Tibor vagyok, lássuk, hogyan indult az új fél év. A januárban két diákunk teljesítette a Bartona teljesítménytúra közepes távját. Jó napot, kedves nézőink! Éppenséggel most érkeztünk meg a Bati kereszthez. Szamos Mária és Balogh Csenge rutinos versenyzőként állt a sorak. A szó legsárosabb értelmében is. Reméljük, jövőre többen beneveznek, majd ígérjük jó munka. Ismét voltunk korizni, hát ez sosem mindenki. Voltak vagányok és szerények, profik és kezdők. Valaki a kezével integetett, valaki a lábával. Egy dolog közös volt, élvezte mindenki. Megkezdődött iskolán részleges felújítása, átépítése. Új funkciót kapnak a termek, megszépül iskolánk nagy része. A negyedik osztály szép, tágas termet kapott. A könyvtár költöztetésében majd mindenki részt vett. Páran még segítettek is. Kemény meló volt, annyi biztos. Mindjárt! Szivárvány! Jó! Oké, volt farsang is mi nálunk. Osztályunként szerveztük a 7. és 8. együtt munkát. Volt székfoglaló, élő ördöglakat és más érdekesség. Az evés-ivás persze alap volt. Madárodokkal gyarapodott iskolánk udvara. Elkészítésükben jó pár diák részt vett. Az Odu, Kovács Tibor és Zsolnai Krisztófer segítségével kerültek a helyükre. Kíváncsian várjuk, milyen madarak költnek nálunk. A jelentős mennyiségű hóra és a hidegre való tekintettel cinkegolyókat helyeztünk ki a madaraknak. A késői havazást kihasználva rövid kirándulást tett a 7. osztály a kilátóhoz, néhány szánkó és zsák társaságában. Volt itt aztán minden, csúszás, mászás, pörgés, forgás, esés-kelés, ugratás szánkóval és szánkó nélkül. Hát élmény volt, az biztos. A frissen felújított 4. osztályban tartottuk a mesemondó versenyt. Mindenki kitett magáit. A 4. osztály különadta elő produkcióját. Igazgatónőnk Sárközi Márkot külön is megdicsérte. A résztvevők és a közönség közben hamuba sült pogácsát majszolhatott. Március 15-re emlékeztük. Erzsényi szervezésében az énekkar és az egyéni előadók megható előadással kedveskedtek a diákoknak és tanároknak. Sportot.
Laci bácsi jó voltából, bárki kipróbálhatta csörgőlabda. Iskolánk új, népszerű, sorkága. Rejsz Gábor és Kovács Tibor segítettek benne. Sziasztok, kedves nézőim! Kipróbáltuk a csörgőlabdát. Kipróbáltuk a csörgőlabdát, és nagyon jó volt. Cukort is nyertünk. Negyedik pingpong verseny zajlott nálunk. A Paksi és Bonyhádi csapat derekosan küzdött. Szivárvány játékosát, Rácz Gábort azonban senki nem tudta megszorongatni. Így sokat szor nem meglepő módon az első helyen végzett. Végezetül az időjárás. Akár esik, akár süt, a szivárványra mindig szánta. Viszlát legközelebb!